Na, sziasztok, mindenkit üdvözlök innen, Tápi Jósápról. És most a téma az ez a volt DME antenna lesz. A TPS kódnéve, és itt van mellette, terélhető közelségben itt van a DME adó is. Tehát a volt antenna ez a kör alakú, a DME pedig ez a függőleges. Ez egyébként középhullámon, ilyen 200 kHz környékén sugároz. És ez azt hiszem a DME jelzi a távolságot a repülőknek, a volt meg az irányt. Tehát ott ezek a körsugárzók ott fönt, ugye meghatározott időközönként adják egymás után a jelet. És egyébként valószínűleg azért van itt, mert itt a légi folyosó, ahol Ferihegy fele tud fordulni. Ugye Monor külterületén is azért van a másik, amit már korábban megmutattam, meg Békés határában is, ott a légi folyosó, ahol ráállnak a Ferihegyi pályára. Megnézzük közelebbről, ezt látom, mennyire lehet, ugye kerítésig el lehet menni, tovább nem. És itt van az antenna, de ott van a tetején a körsugárzó. És ez pedig itt a betápja. És itt van a volt. Mindjárt megnézem ezt közelebbről. Itt van egészen közelről. Ezek a körsugárzók. Meghatározott időnként minden körbe pásztáz, tehát egyszerre ezek közül csak egy sugároz, de meghatározott időközönként vált. És ebből tudja a repülő a vetjel alapján, hogy ugye hát amelyik a legerősebben veszi, nyilván ahhoz van a legközelebb, és akkor így megvan az irány. Na hát erről van egy részletesebb leírás is, de hát most ugye most nem akarok itt ebben a videóban kis regényt mondani, mert hát ugye elég egy pörzsdel, tehát így dióhéjban ennyi. És errefele van sűrűsáv majd. Itt fogok majd a vasútállomás felé menni. Ugye innen a legközelebbi az a sűrűsávi. Én majd onnan tudok vonattal hazamenni. És így néz ki az út felől, én még körbejárom, és egyébként van egy külön frekvenciája ezeknek az adóknak, 117 MHz környékén, de mindegyiknek egy kicsit más, de 117 és azt hiszem 120 között, ahol egyébként lehet venni a morzeadását ezeknek az adóknak. Tehát ennek a TPS-nek az például morzézza a TPS szignált, a Békési a BKS, tehát mindegyiknek van egy ilyen hárombetűs azonosítója, és azt morzézza. Csak hát egy olyan, ezért PML rádió, amelyik ezt a frekvenciát is tudja, megnézegettem, a neten olyan 100 000 körül van a legolcsó fajták egyike, úgyhogy ezt most nem tudom nektek megmutatni. Hát ha valaki ad kölcsön egyszer egy ilyen adót, akkor kijövök ide is, szíves érdemes, megnézzük. Vagy akár a Monodihoz, mert az közelebb van, az meg az MNL-t morzézza. Egyébként láttam a videót a YouTube-on, majd megtudom a megkeresni, és akkor belinkelem ide, ahol kim vannak egy ilyen rádióval, és akkor itt aztán itt tették le a földre, és akkor ott folyamatosan lehet hallani, ahogy megy a TPS morzekód. Hát itt körbe járhatjuk még ennél, de még ennél jobban nem lehet. És a másik oldalról. És akkor alul nézett be itt a körsugárzó, mert itt a körbe lévő kis antennák. És ezt nézzétek, na akkor innen, ezek csak a sugárzók. És nézzétek, ott megy egy repülő, amelyik ennek az antennának az adását veszi, és az alapján fordul be. De ez most azt mondom, hogy elfelem egy Ferihegytől, de hát most... Hát, na vajon milyen járat, innen nem látom. Logócsa látok rajta. És akkor ennyi lett volna ez a kis óra antenna bemutató videó, most már megyünk tovább. És akkor a következő az majd a sűrűsávi vasútállomás lesz, tehát innen körülbelül 7 km, útvonal tervező szerint 24 perc. Ugye idefele is aztán felől jöttem, azért az se volt egy semmi út, de hát most nem arra megyek vissza, amelyre jöttem, mert akkor már fedezzük fel a másik utat is, tehát most innen legudulok sűrűsávra, aztán majd ott megvárom a vonatot. Itt is van egy oszlop, aminek látszólag semmilyen funkciója nincsen. Nincsen rajta se antenna, se vezeték, semmi, ezt nézzétek.
Amúgy szerintem ez egy villanypózna volt így ránézés, de csak elbontották a vezetéket, és ez valami, ezt az egy póznát itt hagyták, mert se közel, se távol nincs a környéken másik. Bár nem, ott van rajta egy antenna. Ezt nézzétek csak. Aha. Bár nézzé, betápot nem látok rajta, tehát szerintem ez egy gazdátlan. Na, ezt megnézem közelebbről. Látjátok, ott van fönn egy antenna. Ez egyébként akár rádió is lehet. FM antenna is így néz ki, de hát ki tudját, ezernyi más dolog lehet. És ugye ott itt van a betáp, tehát innen a földből van felhúzva, viszont az egyik része le van vágva. Tehát nem biztos, hogy ez üzemelő. És hát itt a környéken más nincsen. Nem a ezért volt antennához csak tartozik legalábbis, nem gondolnám, mert annak a másik antennája, a DM-e az ott van mellette. Viszont egy sima rádió antennát se hoznának ki ide, hát azt ugye akkor valahogy idáig el kell hozni az adást is, amit csugároztat, tehát ez hát valami CB rádiónak lehet mondjuk az antennája, vagy valamilyen egyéb átjátszó. Ugye valószínűleg valami ízlét vett adás sugároz tovább. De hát nem tévés, vagy legalábbis nem országos tévés és rádió átjátszó állomás azoknak. Ugye van térképe, és itt egyiken sincs rajta, hogy itt is lenne bármilyen átjátszó adó. Na hát akkor több antenna is lenne. Hát akkor ez a videó az ennyi lett volna, itt akkor rögtön egy helyet két antennát is láttunk. És hát akkor ez így ennyi, úgyhogy majd találkozunk egy következő videóban, az nem tudom mikor lesz. Egyenlően még tervek vannak, de hogy melyik valósul meg. Legközelebb értem, melyiket fogom legközelebb feltölteni, hát azt még én sem tudom, úgyhogy sziasztok!